1986 óta vagyok a Pesti Színháznak a tagja, illetve a Víg Színházba akkor kerültem, és azóta vagyok a világosító főnöke itt a Pesti Színházban. Megismerkedtem a Mórai Ernővel, aki az Ódri színpadon volt fővilágosító, és nagyon megkedveltük egymást, és egyszer csak ő kapacitált engem, hogy jönnék-e ide dolgozni. Azért az nem egy hétköznapi dolog, hogy az ember megy a Víg Színház folyosóján, és Kossuth díjasok tömkelegével találkozik. Nagyon nagy dolog, hogy az ember ilyen nagy tekintélyű, nagy nevű művészekkel együtt, illetve őket szolgálva teheti a dolgát. Nagyon megszerettem én ezt, nagyon szerettem a színházat mindig is, és nagyon nagy megtisztelésnek, vagy megtiszteltetésnek tartom, hogy itt dolgozhatok a Víg Színházban. Nyilván egyedül én ezt nem tudnám csinálni. Nagyon nehéz munka, nagyon nagy feladat, nagyon nagy kihívás, de csapatmunka. Amikor vége az előadásnak és a nézők tapsal köszönik meg az előadást, akkor valahol mi is kihúzzuk itt magunkat a színpadon, a díszletek mögött, meg a fénypultnál, meg a fejgépnél. El vagyok képedve ettől a hatalmas nagy kitüntetéstől, ettől a megtiszteltetéstől, hogy a színház ilyen módon is elismeri a munkámat.